Eddig a Linux szerver valami bonyolult rendszergazdák számára, speciális, ehhez értő rendszergazdák számára használható, nehéz, összetett valami volt. Ez most megváltozott, ez a rendszer valami olyan újdonságot hozott bele, ami a Linux világából ebben a formában, ahogy az NTA megvalósítja, hiányzik, vagy hiányzott. Az NTA nagyon egyszerűvé teszi a Linuxot, olyan egyszerűvé, ami azt, egy bármilyen rendszergazda, aki hálózati rendszergazdai alapismeretekkel rendelkezik, rendszert képes építeni. Az NTA nem valósít meg mindent, amit egy Linux szerver tud, amit viszont igen, az tökéletesen integrálva. És ez az, ami eddig nagyon hiányzott a Linux rendszerekből, mert bármelyik Linux disztribúciót is választotta, természetesen ott volt benne egy Samba, ott volt benne egy LDAP, ott volt benne egy Postfix, vagy egy Exim, egy Courier, Dovecat, és stb. Mind ott volt, csak egyik se volt integrálva. Mindegyiket, ha föltetted, önmagában működött, de ha arra volt szükség, hogy ez egységes legyen, akkor nagyon sokat kellett ezért dolgozzál. Gyakorlatilag ugye, ha egy LDAP alapú autentikációt akartál, föl kellett raknod egy OpenLDAP-ot, föl kellett raknod hozzá valami menedzsment felületet, be kellett konfigurálni kézzel egy Sambát, hogyha a fájlszervert akartad oda tenni, külön kellett konfigurálni hozzá a levelező szervert, külön az SMTP-t, külön az leveleket kiszolgáló IMAP szervert, és így tovább. Ezeket egyenként kézzel kellett megcsinálni, komoly szakértelmet igényelt, emiatt gyakorlatilag félig meddig joggal azt mondták, hogy a Linux nem azért drága, mert magasak a licensz költségei, hiszen azok nincsenek, hanem azért, mert magas a rendszergazdai költség, mert magas szakértelem kell ahhoz, hogy valaki ezt profi módon jól tudja megcsinálni és üzemeltetni. Ha az üzemeltetés vagy működési probléma van a rendszerrel, akkor nagy hozzáértéssel rendelkező szakember kell, aki sokkal drágább. És letették mellé az asztalra azt, hogy persze egy Windows szerver az sokkal drágább, ha a licenszét meg kell fizetni, ellenben az a rendszergazda, aki napi szinten ezt a rendszert tudja üzemeltetni, és az egyszerű problémákat tudja kezelni, az sokkal olcsóbb, és hosszú távon ez a rendszer így olcsóbb lesz. Ezzel lehet vitatkozni, vagy nem vitatkozni. Egy olyan komoly érv volt a Linux-szal szemben, amire nagyon sokan hallgattak, és amit nagyon sokan elhittek. Tehát gyakorlatilag az érvet el kell fogadjuk, hiszen maga a piac elfogadta. És akkor jött egy csapat Spanyolországban, aki azt mondta, hogy ennek ideje véget vetni. Ideje véget vetni annak, hogy Linux szervereket migrálnak Windows, Small Business és hasonló szerverekkel kisvállalatoknál ilyen okokból, mert hogy ez történt az elmúlt jó pár évben most már a világban, megfordult a migrációs irány, hanem tessék, letesszünk az asztalra nektek egy olyan rendszert, ami egy komplett integrált rendszer. Az NTA-ban, ami benne van, az komplett integrált, ott nincs olyan, hogy kézzel kell vacakolni azon, hogy valami működjön, ahol nincs az, hogy két helyen kell ugyanazt beállítani. Ez az előadás elsősorban most arról fog szólni, hogy mi ez a rendszer és mit tud ez a rendszer. Az előadás után 12 órakor itt mellettünk a workshop teremben lesz egy workshop, ott viszont részletesen, mélyen meg tudom mutatni a rendszert magát technikai szinten. Ki tudjuk próbálni itt egy virtuális gépbe, itt van a notebookomon, azt ott megnézzük, ott is kivetítővel, és konkrét technikai dolgokról lesz szó, így az előadásban itt most arról kevésbé. Így először megmutatnám, hogy mit tud. Aki ismeri a Linuxot, semmi újdonságot nem fogok neki mondani. Az újdonság ebben az, ami ez ebben a rendszerben benne van és integrálva van egymással. Az egyik funkcionalitása az ötből, amiben csoportosítja az NTA a funkciókat, és egyébként az NTA alapja egy Ubuntu LTS, tehát jelen esetben a 10.4-es Ubuntu szerver változat. Az egyik komponense az NTA átjáró, amely gyakorlatilag egy alapszintű, vagy nem is annyira alapszintű tűzfalat, internet kapcsolatot biztosíthat egy vállalkozásnál.
gyakorlatilag kezeli a hálózati beállításokat, tehát a webes egyszerűen használható adminisztrációs felületről tudjuk bekonfigurálni az összes interfészt, külsőt, belsőt. Ha egy interfészre azt mondjuk, hogy külső, és itt jön az első érdekesség az integrációban, automatikusan beállítja a tűzfalnak az alapbeállítását arra, hogy a külső interfészen bizony befelé nem jöhet semmi. Ha egy interfészre azt mondom belső, automatikusan beállítja azokat a szolgáltatásokat az interfészen, hogy bejöhetnek a szerverre, amik egy belső hálózat számára vannak a gépen feltelepítve. Tehát megengedi mondjuk, hogy a file szerverhez csatlakozzunk a belső hálózatról, és alapértelmezetten tiltja, hogy ez megtörténhessen a külső hálózatról. Ezek megtörténnek automatikusan, és az is automatikus beállítás, hogyha van egy belső hálózati csatolónk és van egy külső, akkor a belső hálózati csatolóról jövő forgalmat kiengedjük az internetre, címfordítás és hasonlók megtörténik. Van benne egy fejlett tűzfal, gyakorlatilag ugye a netfilterről beszélünk, kiegészítve a layer 7-es modulokkal, tehát benne van a layer 7-es szűrés, ami az alapkernelben nem mindenhol és mindig található meg, és nem csak maga a lehetőség ennek, hanem komplett kész szabályokat kapunk arra, amivel annyit tudunk a tűzfalnál beállítani, hogy igen, most én HTTP forgalmat szeretnék kiengedni, és akkor fölismeri a HTTP protokollt. Nyilván, ha valaki ismeri a netfilternek ezen részét, erről beszélünk. Itt ugye arról szól, hogy ez egy webes felületről néhány kattintással elvégezhető, úgy, hogy nem kell hozzá Linuxos szakismeret, vagy egyáltalán a netfilter értése. Meg hát az egész tűzfal egy magasabb absztrakciós szinten van. Tehát nem azt mondom, mint egy netfilter IPT-ből szabálynál, hogy, hanem azt mondom, hogy vannak hálózati objektumaim, IP címek, IP címtartományom, protokolltal csoportjaim, és ezekre adom meg a szabályokat egy magasabb szinten, nem az egyes szabályokat kell nekem kézzel megírni. Egy alapszint, tehát van benne egy DMZ támogatás, tehát ha egy DMZ hálózatot akarunk létrehozni, akkor sem nekünk kell elkezdeni kitalálni az ehhez való szabályokat, kapunk egy kész szabályrendszert, ami egy különálló szeparált hálózathoz van, és külön tudja ezt kezelni, ahogy a port átirányításoknak a kezelése is egyszerű néhány kattintással elvégezhető feladat. Nem nekünk kell megint az egyes szabályokat megírni, sokkal kisebb a hiba lehetőség, sokkal kisebb tudással össze lehet hozni egy működő rendszert. Aztán a fejlett útválasztás, ugye itt a szabályfüggő útválasztásról beszélünk, policy routing, vagy aki jobban szereti az angol szavakat, integrálva megint csak a rendszerbe, megvalósítva vele a terhelés, elosztást és az automatikus váltást hiba esetén, ami azt jelenti, hogy ha én nekem több külső interfészem van, amit a hálózatoknál beállítottam, akkor megmondhatom, hogy milyen arányba ossza el a forgalmat a két interfész között, illetve megmondhatom azt, hogy ha az egyik irányba az egyik internet szolgáltató felé nem működik a kapcsolat, váltson a másik irányba. Persze, megint semmi újdonság nincs, ha valaki ismeri a Linuxot, azt mondja, hogy hát igen, hát ezt egy Debianban én is megcsinálom, persze, te megcsinálod itt az NTL-al, megcsinálja az is, aki Linuxot nem látott életében soha, de tudja azt, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek, és hogy hogyan működik elvileg ez a dolog, ez a fő különbség. Meg az, hogy egy policy routing szabályt, vagy egy ilyen failover szabályt leprogramozni, hogyha nem a saját mintáimat bemásolom egy szerverre, akkor az 5 percnél egy picivel tovább tart, mire az összes szabályt megalkotja az ember. Az NTL esetében nem tart 5 percig. Ugyanez forgalomszabályozás, tehát implementálva van a kezelőfelületben a Linux QoS rendszere, alkalmazás szintű besorolással, tehát itt is működik az, hogy protokollt mondok, és nem portokat, amikor azt mondom, hogy milyen protokollnak van elsőbsége, milyen protokoll mekkora sávszélességet kaphat az adott irányba. Van benne egy fejlett HTTP proxy, ugye sokat nem árulok el vele, hogy ugye az internet cache-t egy squid végzi, megint csak integrálva a rendszerbe, a tartalomszűrés vírus ellenőrzéssel együtt, tehát tartalmaz egy Dense Guardiant és egy Clamavot. Ezek integrálva vannak, tehát megint csak a webes felületen annyi, hogy beteszem a pipát oda, hogy kérem az internetes HTTP forgalomba a vírus ellenőrzést. A tartalomszűrésnél egy választás, hogy milyen szintű, az jól emlékszem 5 szintű, meg nagyon megengedőtől a nagyon szigorúig tartalomszűrés történik.
ez egyszerűen és természetesen ugyanezen a webes felületen kényelmesen beárítgatható az, hogy a tartalomszűrés az milyen speciális egyedi szabályokkal történjen, ha erre van szükség. Automatikus a transzparens működés. Ha egyszer azt mondtam a proxy beállítási felületén, hogy én transzparens módot kérek, akkor a squid be van állítva úgy, hogy transzparens módban működik, a netfilter szabályok be vannak állítva ahhoz, hogy a transzparens mód működjön. Nem kell még utána átvándorolnom a tűzfal beállításokhoz, és megcsinálnom a portált irányítást a transzparens működéshez. Ez megvan, megtörténik. Ezt nevezem én integrációnak, hogy nem kell több helyre nyúlkálnom ugyanazért az egy feladatért. És persze megy a felhasználó azonosítás is, megint átállítom, nem transzparens módot kérek, autentikált proxy működést kérek, nem kell többet vacakolnom, a felhasználóim, amik föl vannak véve a felhasználó kezelő rendszerébe az NTA-nak, tudnak autentikálni és hozzáférni, csoportokként tudok házi rendet készíteni, amivel megmond policy, angolul, hogyha így jobban tetszik. Megmondhatom, hogy ez a csoport ilyen szűrési szabályokkal használhatja a netet, az a csoport olyan szűrési szabályokkal, ugye ezt meg a normál felhasználó menedzsmentben beállítom, hogy mely felhasználó mely csoporthoz tartozik. Ugyanez persze a előre definiált hálózati objektumokra transzparens módban is működik. Tehát különböző szűrési profilokat hozhatok létre. Van benne egy beépített reklámszűrő, nem kell minden egyes böngészőnek külön reklámszűrőt telepítgetni. Ha azt akarom, hogy a reklámokat tartsa távol, akkor a NTA szerveren feltöltött reklámszűrő szabályok kívül fogják tartani a szükségtelen információt a hálózatból. Van benne egy captive portál, ugye tipikusan olyan helyeken tud ez nagyon hasznos lenni, mint egy szálloda, ahol a vendégeknek akarnak adni internetet, de csak bizonyos feltételekkel, ugye autentikálva ez a klasszikus, fölmegyek a wifi hotspotra, kapok egy bejelentkező felületet, ha bármilyen oldalt akarok megnyitni. Erről szól ugye a captive portál. A biztonságos azonosító rendszert külön tartalmaz, szolgáltatás kivételeket forrás célra megadhatom, tehát megmondhatom benne könnyedén, hogy mit engedek, mit nem az ilyen külsős hozzáféréseknek. Kiléptetjük ugye az inaktív klienseket, akik már nem használják, kapcsolatok számát tudom maximalizálni, hogy egy kliens nem tud borzasztó mennyiségű kapcsolatot indítani, tehát nem tudja nagyon túlterhelni a hálózatomat. És van benne egy rádiusz, ami szintén integrálva van alapértelmezetten a teljes rendszerrel. Ugye ez vállalati szintű wifi szolgáltatás nyújtására a hátterét szolgálja, ugye, hogyha van egy wifi hozzáférési pontod, amit beállítasz, ugye manapság VPA 2 AS tip, mint minimum, amit beállítunk rajta, és azt ugye a vállalati szintre kapcsolod, akkor azt mondja, hogy kérem szépen a rádiusz szervert, hogy hol van, amivel én azonosítani fogom a felhasználókat. Hát itt van, néhány kattintással föltelepítve, és a felhasználóim, amit fölvettem a rendszerbe, tudják hitelesíteni magukat a saját egyedi felhasználó nevükkel, jelszavukkal, a vállalati wifi hozzáférési ponton, nem egy osztott kulcssal dolgozik mindenki. No, ennyi, ez az átjáró funkcionalitás. Van egy EFM, ez az egységes fenyegetés management, ennek jobb fordítás nem nagyon találtam, Unified Threat Management az eredeti angol. Ez is tartalmazza a tűzfalat, amiről már beszéltem ezen, nem, meg a proxyt. Ezzel sincs több dolgunk. Tartalmaz egy VPN, nem egy, többféle VPN lehetőséget. Ugye az SSL VPN az OpenVPN-t takar, tehát egy komplet OpenVPN implementációt találsz benne. Itt ez megint olyan szinten integrálva, hogy gyakorlatilag, ha létrehozod a hozzáférést, akkor ki tudsz exportálni belőle egy olyan csomagot, amit mondjuk egy Windows-os embernek oda, vagy munkatársnak oda tudsz adni. Ez tartalmaznia fogja a Windows-os OpenVPN exe-t, az összes config file tanúsítványokat, mindent egybe, csak ki kell csomagolni a Windows-on, és már is tud bekapcsolódni a kliens a szerverre. Természetesen ugye a tanúsítvány alapú hitelesítéshez szükségünk van egy tanúsítványkiadóra, hogy nem ezt is tartalmazza az NTA, erről majd egy picit később lesz szó. Jó, az OpenVPN-t kétféleképpen tudod a webes felületéről konfigurálni. Egyik a központi irodához való kapcsolódás, tehát ahol egy
telephelynen futó ZentiL rendszer kapcsolódik egy központi ZentiL szerverhez, az OpenVPN a két hálózatot köti össze, vagy a külső munkatársak bekapcsolása, ez ugye amikor a munkállomásokhoz készítek kulcsot, és ők kapcsolódnak be. Rendelkezik egy IPsec, tehát szabványos VPN megvalósítással is, illetve PPTP-vel is be lehet jelentkezni, hogyha éppen ez az igény valahol. Okay. A behatolás érzékelő rendszer, ez ugye arról szól, hogy bizonyos mintákra figyel a hálózatba, és hogyha olyan dolog történik a hálózati forgalomban, ami gyanús, ami jellemző betörési kísérlet, ugye tipikusan ilyen törőkódok jönnek, amiket ismerünk a neten, arra tud riasztást küldeni a rendszer gazdának. Jó, levélszűrés. Amit ugye itt most nem levelező szerverről beszélünk, hanem arról, ami átmegy ezen a szerveren, amikor ő nem levelező szerver, képes működni egy transzparens SMTP szerverként, ahol gyakorlatilag azért mögött ott van egy rendes SMTP megvalósítás, ami a vírusszűrés, spamszűrés, stb. Elvégzi. Megint felhasználja azt, ami majdnem, hogy azt mondanám, hogy ipari standard a Linux területén, postfixet, amaviszengét, spam assassin-t, klamavot, és a szürke listázását a postfix rendszernek. Valamint a POP3 proxy-val is rendelkezik, azzal a POP3 proxy-val, ami szintén a POP3-ba transzparensen be tud épülni, és vírus és spam szűrést végez a letöltött leveleken. Van egy ZentiL infrastruktúra menedzselő funkciója. Természetesen egyébként ezek a funkciók egyesével külön-külön is telepíthetők. Ezek ilyen csoportok, amiből összeszedték az egyszerűség kedvéért, ha valakinek így tetszik jobban. Tehát gyakorlatilag egy teljes hálózat menedzsmentjét tudjuk elvégezni. Megint csak a szokásos Linuxon megszokott szoftverekkel, DHCP kiszolgálóval, ami ugye webes felületről kezelhetők a dinamikus és statikus címek, azok a tartományok, amiket kiosztok. Integrálva van a DNS-sel. Itt megint az integráció a fontos igazából az egészben. Tehát ha én azt mondom, hogy itt van egy dinamikus IP kiosztás DHCP-vel, ami ebbe a doménbe oszt, akkor a doménynek az update-je a DNS-ben meg lesz. Automatikusan nem nekem kell kézzel, vagy nem nekem kell kézzel összehangolnom az ISC DHCP szervet, az ISC bind-dal azért, hogy a helyi belső tartományban meglegyen a DNS-nek a dinamikus frissítése, amikor egy kliens DHCP-vel IP címet kap. És van benne PXL támogatás is diskless bootoláshoz. Ugyanez a DNS kiszolgálónál fordítva is igaz természetesen, tehát a DNS DHCP összekötés itt is megvan. Ez természetesen a direct és reverse zónákat is megcsinálja a belső hálózatban egyszerűen gyorsan. Van benne nyilván egy teljes, normális, elsődleges DNS kiszolgáló, és ezek egyébként a szolgáltatásokkal is össze vannak illesztve teljesen, egy kicsit később majd erről is lesz szó. Egy NTP alapú időkiszolgáló, van egy tanúsítvány kiadónk, és benne ugye, hogyha bármilyen SSL alapú kapcsolatra van szükségünk, OpenVPN, webserver, ugye SSL vagy TLS kapcsolatok, ahhoz ugye, hát vagy klasszikus, egyszerű módszer, hogy minden szolgáltatásnak van egy saját maga által aláírt tanúsítványa, és amikor az lejár és újra csinálok egyet, akkor az összes kliensen végig kell pipálgatni vagy kattingatni azt, hogy igen, elfogadom, megbízom benne. Ismeri mindenki talán ezt a fajta fejfájást, vagy csinálok egy a vállalati szintű tanúsítványkiadót, aminek a tanúsítványa ugye elkészül mondjuk 10 évre, ez bekerül minden munkállomásra, és amit ez a tanúsítványkiadó elkészít, az mindenki számára elfogadott, biztonságos lesz. És mindezt ezen a tanúsítványkiadó rendszeren keresztül az összes szolgáltatáshoz elkészítem. Tehát ha én nekem arra van szükségem, hogy ezen van egy webszerver, amit HTTPS-en el kell érni, akkor csak oda megyek és bepipálom, hogy a webszerverhez kérem a tanúsítványt. A tanúsítvány automatikusan elkészül arra a névre, ami a gépemnek be van állítva, mint név. Tehát ha az FQDN-em jó, a DNS-em jó, ami megint csak ugye egyszerűen megvolt az eddigiek beállításokkal,
akkor csak egy pipa a webszervernél, hogy HTTPS, elkészül a tanúsítvány telepítés, a webszervert újra tölti az új tanúsítvánnyal, ettől kezdve az összes kliens hitelesnek érzi a webszervert. Ugyanilyen egyszerűséggel csinálok kulcsot az OpenVPN-hez, ugyanilyen egyszerűséggel csinálok tanúsítványt és kulcsot a levelező szerverhez, az SMTP-hez, a IMAP-hoz, a POP3-hoz, tehát mindenhez. Nem nekem kell kézzel ezzel vacakolni, fájlokat másolgatni, kézzel generálgatni a kulcsokat. Jó, van egy webkiszolgáló, nem lepődünk meg rajta, megint Apache van benne. Egyszerűen tudok benne virtuális hostokat létrehozni, és itt jön megint az integráció. A DNS-sel integrálva van. Ha én az Apache-nál azt mondom, hogy egy új domén, és van DNS szerver a rendszeremen, és így azt mondom az Apache-nak, hogy új virtuális domént szeretnék kiszolgálni, akkor az új virtuális doménnek a DNS-ét automatikusan elkészíti a DNS szerverbe. Tehát egy helyen az Apache-nál konfigurálom a virtuális szervert, a DNS az IP címbeállításokkal, hogy erre a gépnek a megfelelő interfészére mutasson, megtörténik. Jó, van benne egy FTP kiszolgáló, ezt használhatom Anonymous FTP-nek, vagy autentikált FTP-nek. Ennek tipikusan olyan cégeknél szokott lenni jelentősége, ahol nagyobb anyagokat kell tudni mozgatni, és szükség van arra, hogy erre valami külön szolgáltatás legyen, mondjuk külső helyről jöjjön, nyomdáknál, grafikai helyeknél szokott ez gyakori lenni, hogy ilyen szolgáltatásra szükség van. Na, és van egy virtuális gép management funkciónk, ez KVM alapú virtualizációt tud, gyakorlatilag virtuális gépeket hozhatok létre és menedzselhetek az NTL webes felületén keresztül. És a leggyakoribban használt funkcionalitása az irodai kiszolgáló funkció. Felhasználó menedzsmenttől kezdve mindent, ami egy kis egy vállalati szervernél kell, az tartalmazza. Ugye van egy LDAP címtár kiszolgálónk, természetesen a megfelelő szinten integrálva. A felhasználók és csoportoknak a kezelése egy webes felületen történik egyszerűen kényelmesen. Ugye itt is nem kell az egyes szolgáltatásokhoz külön a felhasználói beállításokkal vacakolnom, a felhasználó adatlapján ott van minden információ, amiben beállíthatom, hogy mi az ő e-mail címe, van-e joga a fileszervert használni, roaming profilja van, mennyi a kvótája, mennyi az a fileszerveren, mennyi a kvótája a levelező szerveren, hozzáfér a csoportmunkaszerverhez, tehát ezeket gyakorlatilag egy helyen tudom menedzselni. Mester és szolgamódban is tud működni, egy alapértelmezett telepítés körül egy master LDAP szerverként indul, de telepítéskor választhatok, megmondhatom neki azt, hogy ez egy másodlagos szolgarendszer, amikor kapcsolódik egy elsődleges Zentiálhoz, teljes felhasználói adatbázis automatikusan szinkronizálódik, a mester szerveren pedig egy felületen tudom nézni azt, hogy az egyes szolgagépeknek a szinkronizálása rendben van-e, hogy áll, mikor történt utoljára szinkronizálás, tehát azt is nyomon tudom követni. És ami a legnagyobb durranás úgymond az NTA-ba, és itt van valami, ami nincs ott a normál, vagy normál, szóval más egyéb Linuxokban, az Windows Active Directory szinkronizáció. Itt nem arról beszélek, amikor kapcsolódunk az AD LDAP-jához, és megpróbáljuk Kerberoson keresztül összeheggeszteni a Linuxunkat az AD-vel, hanem egy rendes szinkronizációról. Ez van az NTA-nak a Windows szerveren futó komponense, amin keresztül történik a szinkronizáció, ez beépül a Windows szerverbe, ezzel kommunikál az NTA, és ezen keresztül szinkronizálja az felhasználói adatbázist. Tehát itt szinkronizáció történik, nem egy hitelesítés az AD-re. És csöndben hozzáteszem, hogy van egy komplett migrációs készlet, amivel a teljes AD exportálható, és a teljes AD importálható az NTA-ba. Nyilván azok funkciók importálhatók, amik az NTA-ba meg vannak valósítva, de a teljes felhasználói bázisunkat át tudjuk hozni. És ehhez hozzáteszünk azt, hogy a csoportmunkaszerverhez pedig van egy olyan szoftver, amivel a teljes exchange-et is át lehet migrálni teljes felhasználók összes adatával, akkor már egy érdekes lehetőséget látunk itt arra, hogy hogyan váltsunk le egy Windows alapú kiszolgálót. File megosztás, itt ugye egy Samba, ami adja a Windowsok számára a CIFS file rendszert.
elsődleges tartományvezérlőként tud működni, ami a Windows 7-eket is képes beléptetni, anélkül, hogy regisztrit kellene a Windows 7-es gépeken piszkálni hozzá. Jelszóházi rendeket lehet beállítani, és a vándorló profilokat is be lehet kapcsolni, hogy legyen, ne legyen. A file server beállítása megint az integráció szintjén olyan, úgy van megvalósítva, hogy ha én egy csoportnak szeretnék egy könyvtárat megosztani, akkor az a csoport jellemzőinél van. Tehát nincs egy olyan rész, hogy akkor most ez a file server, és akkor itt most egy csoportnak szeretnék egy megosztást, hanem a csoportnál azt mondom, hogy igen, ennek a csoportnak legyen egy megosztása, a csoport nevével, jogosultságokkal együtt minden kész. Természetesen van a külön file server management résznél olyan, hogy egy általános megosztást hozok létre, és ott megmondom azt, hogy mely felhasználóknak és mely csoportoknak milyen joga van, írásjoga, olvasásjoga, adminisztrációs joga az adott megosztáson. Na, nyomtató megosztás, ugye egy CUPS IPP támogatással integrálva a Sambával. És ami az érdekesebb, az a csoportmunka. A levelező szerver megosztott naptárt, megosztott kapcsolatokat, tennivalókat és mobileszköz szinkronizációt kapunk. Itt a Zarafa nevezetű csoportmunkarendszer lett integrálva. A Zarafának az érdekessége az, hogy bár egy eredetileg kereskedelmi projektről van szó, a funkcionalitásának a 99%-a open source GPL-es, AGPL alatt van, tehát nem egy kereskedelmi megoldás gyakorlatilag, hiszen open source, amit itt kapunk. A funkcionalitása a teljes gyakorlatilag az open source változatnak, az egyetlen lényeges korlát az, hogy az Outlook MAPI kapcsolódás az open source változatban nincs implementálva. Van egy ingyenes változat egyébként az NTA-ban, ez a változat van bent, ami az open source komponensek mellett tartalmaz egy MAPI konnektort. Ez ingyen és bérmentve három párhuzamos Outlook kapcsolatot tud kiszolgálni, e fölött licenszt kell vásárolni a MAPI használatához. De ez az egyetlen hely, ahol igazából licenszelési szükséged van. Viszont így alkalmas arra, hogy egy exchange kiváltását megcsináld úgy, hogy az Outlook kliensek megmaradnak. Tehát le tudsz cserélni egy komplett Microsoft Exchange szervert NTA-ra Zarafával, úgy, hogy a felhasználók gyakorlatilag nem vesznek észre belőle semmit. Ugyanaz az Outlookjuk van, ugyanúgy megvannak a közös naptáraik, a közös címlistájuk, teendőik, megoszthatják egymással a postafiókjukat. A Zarafának van egy webes felülete, ami kísértetiesen hasonlít az Outlook Web Access-re, tehát még csak az sem fog eltérni számukra. És természetesen mobileszköz szinkronizáció alatt itt aktív szinket értünk. Egyébként a szabványos elérések is megvannak, tehát a naptárt Calda van és iCal-en keresztül is el lehet érni. De ha mobileszközt akarunk, Androidos, iPhone-t, iPhone-t, Windows mobilt, Symbianos mobilt, ezekben ugye mind-mind meg implementálva van valamilyen szinten az aktív szink, ami a levelek naptáraknak, legalább ennek a kettőnek a push funkcióját ellátja. Tehát itt sincs különösebb gond vele. Itt van még egy funkció egyébként, ami már nem az Zarafának a small business-ot, mert az enterprise változatot kell megvenni, az drágább, ahol BlackBerry szervert is ki tud szolgálni a Zarafa. Hogyha valakinek BlackBerry-e van, az is megoldható. Egyébként ha a Zarafának a licenszelése egy exchange-hez képest elég nevetséges összeg. No, és tartalmaz természetesen egy mentőszervert is a NTA-n, ami képes inkrementális, tehát változásmentésre és teljes mentésre beállíthatom, hogy mikor történjen mentés, milyen gyakran legyen teljes mentés. A mentés történhet helyi diszkre, FTP-vel, rsync-kel, SSH-val, SCP-vel, vagy SFTP-vel, más szerverre, ami lehet egy egyszerű NAS storage a hálózatomban, vagy éppen egy online mentés. Az utóbbinak a biztonságát az garantálja, hogy titkosítani tudja a mentett adatokat. Rendszer, és egy komplet, van még egy mentési funkció, a teljes beállítási adatbázis, tehát az összes beállítást egyben egy fájlba le tudja menteni. Töltheted saját magadnak a webes felületről egy tar.gz fájlt kapsz ilyenkor tőle,
illetve ha előfizetsz a alapszinten egyébként ingyenes felhő szolgáltatásra, akkor oda is föl tudja tölteni, oda automatikusan föltölti a mentéseket, a beállítás mentéseket, tehát itt ugye néhány száz kilobájtos fájlokról beszélünk, amikor változás történt a beállításokban. És itt jön a katasztrófa visszaállítás, hogyha volt rendes adatmentésen, megtörtént az automatikus konfigurációmentés is, akkor ha a teljes rendszert újra kell telepítenem, az újratelepítésnél azt mondom, hogy a felhőből szeretnék visszaállni egy ott mentett állapotba, akkor beírom neki a felhős felhasználó nevemet, jelszavamat, onnan letölti az aktuális konfigurációs fájlt, ezzel kész ugyanaz az NTL szerverem, ugyanazokkal a funkcionalitásokkal, mint ami megsemmisült. Utána bemegyek a mentési rendszerbe, és azt mondom, hogy kérem az adatok visszaállítását is a mentésből, és viszonylag gyorsan egy komplett funkciót vissza tudtam állítani teljes katasztrófa állapotból is. Mindezt webes felületen kattingatva, tehát különösebb mély szakértelmek nélkül. Oké, és egy kommunikációs funkció. Itt az előzőekhez képest egy pici plusz dolog jön. Van egy alap levelező szerver benne. Tehát ha én nem akarom a Zarafa által nyújtott csoportmunkarendszert és az általa nyújtott levelezést, mert ő komplex szolgáltatást nyújt, hanem csak egy egyszerű levelező szervert szeretnék, akkor kapok hozzá egy postfixet, azt így is úgy is, mert az SMTP-t mindig ő szolgálja ki, csak itt a Zarafa helyett egy Dafcat-ot kapok mögé, a Zarafa webes felülete helyett pedig egy Roundcube webmailt. Természetesen ezeket is kompletten integrálva a felhasználói menedzsmentnél állítom be az e-maileket, az aliaszokat, tudok létrehozni csoportoknál e-mail címet, amikor a csoport minden tagja megkapja másolatban azt arra a címre küldött levelet, és természetesen menedzseli a tanúsítványkiadó rendszer a Postfixhez is, meg a Dafcathoz is, tehát az SMTP, POP3 és IMAP-hoz is az SSL, TLS funkcióhoz szükséges tanúsítványt. Be tudom egy pipával kapcsolni, hogy mely funkciók legyenek ezekből aktívak. A szerver oldali szűrés, ugye a Dafcat tartalmaz szív funkcionalitást, tehát be tudom állítani azt is a webes felületen. Külső levelek letöltését POP3 szerverről minden felhasználó magának tudja beállítani. Az NTL-nak van egy felhasználói sarok nevezetű része, itt ez egy olyan webes felület, ahol a felhasználó be tud lépni. Itt per pillanat két funkcionalitás van. Az egyik az, hogy a felhasználó meg tudja változtatni a saját jelszavát, a másik pedig az, hogy be tud állítani, ha engedélyeztem, külső levélletöltést, tehát beállíthat egy külső POP3 szervert, beírja az ott lévő felhasználó nevét, jelszavát, a rendszer automatikusan a háttérbe onnan le fogja tölteni a leveleit, és az ő itteni helyi saját postafiókjába fogja kézbesíteni. A spam szűrésről, vírus szűrésről már korábban beszéltem, a szürke listázásról is, virtuális tartományokat tudok létrehozni, virtuális tartományoknak lehetnek aliaszai, tehát választhatom azt a variációt, hogy egy virtuális tartomány x darab aliasszal, ebbe hozok létre egy felhasználónak egy e-mail címet, vagy több különböző virtuális tartománynál, ott viszont felhasználónként meg tudom mondani azt, hogy ennek a felhasználónak ez az e-mail címe, tehát nem lesz automatikusan minden itt fölvett tartományban minden felhasználónak e-mail címe, és lehetnek átfedések különböző módon. Beállíthatom azt is, hogy egy felhasználónak mennyi helye lehet a rendszerben, mennyi adatot tárolhat a levelezésnél külön. Jó, a csoportmunkáról volt szó az előbb, az itt is ide is bekerült. Van egy XMPP alapú üzenetküldésre alkalmas Jabber szerver benne, tehát egy ilyen vállalati azonnali üzenetküldőt szeretnék üzemeltetni, mert nem szeretném, hogy az vállalaton belüli gyors üzenetek külső szolgáltatón keresztül, akár Google Talkon vagy bármilyen külső Jabber szerveren keresztül történjenek, akkor erre is lehetőségem van, természetesen itt is felhasználó névvel jelszavas azonosítás történik, ami integrálva van a rendszerbe. A konferencia szobákhoz tudok ugye jogosultságokat állítani benne. És itt egy érdekes poén, hogy a management része, tehát a monitoring része, ami képes üzenet riasztást küldeni, nem csak e-mailben tud riasztást küldeni, ha valami problémát észlel a rendszerrel, hanem XMPP-vel is tud jelzést küldeni számomra, ami
Adott esetben az ettől függetlenül, tehát ha nincsen Jabber szerverem, akkor is beállíthatom, hogy mondjuk egy külső Jabber szerveren keresztül és a mobiltelefonomon futó Jabber kliensen megjelenik az üzenet, hogyha valami probléma van. De például RSS-ben is kérhetem a hibajelzéseket, és akkor egy RSS olvasóval látom az aktuális üzeneteit a szerveremnek. Jó, egy IP telefon implementáció is van benne, ez egy nagyon alap vállalati telefonközpontot nyújt. Az aszterisk van itt is mögötte, de annak a funkcionalitásából viszonylag kevés van, amit most az NTA felületén meg tudok csinálni. De az alap dolgokat meg, tehát föl tudok venni felhasználók, tehát minden egyes felhasználomhoz hozzárendelhetek egy melléket, akkor be tud lépni, létrehozhatok hozzáféréseket telefonkészüléknek, amiket ugye megint mellékkel be tudok kötni. Külső szolgáltatóhoz SIP-en keresztül tudok kapcsolódni vele. És akkor a külső hívások is mennek, illetve a kívülről jövő hívások is bejönnek. Támogatja a konferenciaszobákat, itt is PIN-kódos hitelesítést állíthatok be az egyes konferenciaszobákhoz. Van benne hangposta, a hangpostára hagyott üzenetet e-mailben kapja meg a megfelelő felhasználó. Meg a zenelejátszás tartáskor, a hívás, sorbeállítás és nyilván naplózás, ebből az utóbbi, ami a legfontosabb, hogy meg tudom nézni, ugye, hogy ki mennyit telefonált a cégnél. Hát ezek így nagy vonalakban a funkcionalitása az NTA-nak. Egy picit, ha benézünk a gépházba, hogy mi is van ott, akkor nem tudom, mennyire látszik ez hátulról, megpróbálom elmondani. Itt gyakorlatilag, amikről eddig volt szó, ezek a komponensek, amiket föl lehet most a 2.2-es verzióban telepíteni. Ezek gyakorlatilag ugye a megfelelő Linuxos, szóval ezek gyakorlatilag a megfelelő Linuxos szoftvereket tartalmazzák, kompletten integrálva, beállítva. Ezek a szoftverek egészen konkrétan az LDAP-ot, az Open LDAP biztosítja, a file servert, a Samba, a nyomtatást, a CUPS, a levelezésnél az SMTP-t, a Postfix, az IMAP, POP3 hozzáférést, a DAFK-t, a WebMail-t, a RoundCube. Jóival valósul meg a levélszűrésre, az Amavis NG kapcsolja össze a Klamavot és a SpamAssassin-t a Postfix-szel. A IP telefonra az Asterix működik, a Jabbert mondtam, mint XMPP szervert, a DHCP-re egy ISC DHCP van benne, a DNS szolgáltatásra az ISC-nek a Bind szoftvere, ugye a Linux kernel netfilterével van megvalósítva a tűzfal funkció, a proxy az egy Squid, a proxyban a tartalomszűrés a Dance Guardian, a IDS, tehát a betörésvédelem, vagy hogy hívják, ez betörő érzékelő rendszer a Snort, komplet szabályrendszerrel, tehát megint nem egy alap snortot kapunk, mint amikor egy Ubuntu-ba vagy Debianba föltettük a snortot egy alapszabállyal, és konfiguráljuk, hanem beállíthatom azt, hogy milyen szintű, milyen paranoia szintet kérek, és ennek megfelelően kész szabályokat kapok, tehát nem kell nagy hozzáértés ahhoz, hogy egy alapszintű betörésriasztási rendszerem legyen. Webszerverhez egy Apache, egyébként magának a webes kezelőfelületnek a kiszolgálása is Apache-ral működik. Az FTP-t egy VSFTPD adja, a rádiuszt, a Free Radius, a VPN-t, az OpenVPN, a virtualizációt, a KVM, a mentési funkcióra pedig a Duplicity nevezetű szoftvert használja az NTA. És mindezek egy tök kényelmesen használható Web2-es, tehát nagyon interaktív webes felülettel vannak integrálva, ahol néhány kattintással tudom a rendszert kezelni. Van egy dashboard, hogy hívják azt magyarul, vezérlőpultnak nevezzük mondjuk, ami átlátom a rendszer működését, látom a hálózati forgalmakat, látom azt, hogy futnak-e a szolgáltatások, látom a rendszerterhelést. Van egy monitoring rendszere, amely képes felügyelni a futó szolgáltatásokat, riasztásokat küldeni előzetesen beállított szabályoknak megfelelően, tehát ha valami nem megy, akkor a rendszergazdát tudja riasztani.
Van a naplózó rendszer, amit tudok konfigurálni, a naplózó rendszert, megint csak a webes felületen tudom nézni a naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben meg tudom nézni a webes felületen, például, hogy ki mikor milyen fájt hozott létre, vagy törölt a fájrendszeren, látom a levelezésnek a naplózását, látom a proxynak a naplózását. Tehát összes olyan funkció, aminek a naplózása fontos lehet, azt a webes felületen kereshetően megtalálom. Tehát keresni tudok a naplózásban, nézni tudom a naplózást. Nem kell itt a varlogban kézzel terminálból matatni. Ami megint nyilván egy Linux szakembernek, na és, ez miért jó. Ellenben egy olyan szakembernek, aki a Linuxot nem ismeri, nem akarta használni a bonyolultsága miatt, határtalan nagy előrelépés, és egy olyan lehetőség, ahol egy Linux ott tud lenni egy olyan vállalatnál, ahol nincs pénzük több százezer forintot kifizetni egy profi Linuxos szakembernek ehhez. Tehát gyakorlatilag egy kis vállalatnál, hogyha van némi informatikai érzéke az ott dolgozó embereknek, ők is meg tudják csinálni, illetve olyan informatikai cégek, akik eddig azért nem adtak Linuxos megoldást az ügyfeleiknek, mert nem értettek kellően hozzá, de egy Windowsban már mondjuk Windows szerverben profik voltak, pillanatok alatt meg tudják ezt tanulni. És könnyen és gyorsan tudnak vele rendszert építeni, sokkal olcsóbban, hiszen egy teljesen ingyenes rendszerről beszélünk. Na, tehát ez így kerek egész, tehát ami benne van, az tökéletesen együttműködik, és nem kell heggezgetni a dolgokhoz. Van még hozzá egy ZenTL felhőszolgáltatás. Ennek a célja az, hogy egy központi felületen keresztül meg tudod nézni az összes általad menedzselt szerver állapotát, tud riasztásokat küldeni, jelentéseket tudsz vele nézni, a szoftver frissítéseket tudod onnan kezelni, illetve hogyha nem az ingyenes felület, nem az ingyenes előfizetést választod, akkor a szoftver frissítéseknél nem a közösségi frissítéseket fogod kapni, hanem előtte az NTL szakembereik alaposan letesztelik a frissítéseket, tehát akkor jön egy biztonsági frissítés egy szoftverhez, ilyet azért már láttunk a Debiannál is, Ubuntunál is, egy némi új problémát vett föl egy hibásan megcsinált frissítés. Itt ők ezt tesztelik, és csak az így tesztelt frissítéseket engedik ki az üzleti ügyfeleikhez. Távmenedzsmentet jelent, ezen keresztül egyrészt közvetlenül el tudod érni az NTL szerveredet, ha akarod a netről, ilyen DIN-DNS jellegű szolgáltatással, ez az NTL.me doménen keresztül történik, de a webes felületre, a központi felhős webes felületre is bejelentkezel, ott látod a szervereidet, és rá tudsz kapcsolódni közvetlenül rajtuk keresztül is. Jó, az ingyenes az alap előfizetés, ez egy alap funkcionalitást nyújt, de ez is tartalmazza azt, hogy a mentése megtörténik a konfigjaidnak a felhőbe, tehát egy katasztrófa visszaállításnál vissza tudod onnan nyerni ezeket az információkat. No, és akkor hogyan tovább, hogyha így sikerült fölkeltenem az érdeklődésedet ezen rendszer iránt, akkor egyrészt 12 órakor találkozunk a workshop teremben, és a szép és látványos elméleti, mit is tud a rendszer helyett, azt nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ez a rendszer, mi van mögötte, hogyan települ valójában, mit művel ez az NTL, hogy néz ki az ő felülete, tényleg mi van a motorháztető alatt, tényleg ki fogjuk nyitni, ott egy kis parancsori, na lássuk, hogy mi is van mögötte szakembereknek szóló dolog. Itt annyit mondok előre, hogy nekem az volt az egyik, ami nagyon tetszett az NTL-ban, hogy kulturáltan, tisztességesen, a Debianos Ubuntu-s irányvonalnak megfelelően szabványos APT source-ból telepíthető Debian csomagokból épül föl minden. Minden egyes funkció a felületén kikapcsolható. Tehát én nem akarom, hogy menedzseljen valamit az NTL az én Linuxomba mögötte, akkor azt nem fogja. Bármi, ami az Ubuntu LTS-ben benne van, azt kézzel mögötte föltehetem és kezelhetem úgy, ahogy hagyományosan megszoktam a Linuxban. Ezeket nem zárja ki, nem akar komplett kontrollt gyakorolni. No, az interneten van nekünk egy zentl.hu doménünk, ahol találsz az NTL-ról magyarul információkat. Van egy ingyenes oktató videó, ami megmutatja, hogy hogyan kell telepíteni az alap zentl kiszolgálót.
Tartunk ingyenes tréningeket, a legközelebbi november 17-én lesz Budapesten, ezen erre is lehet, már sok hely nincs, mert néhány napja meghirdettük, hamar betelt, még nem teljesen, pár szabad helyünk még van rajta, ahol kifejezetten azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan lehet egy Zentiállal egy exchange szervert kompletten kiváltani, migrálni. Van egy magyar fórumunk, illetve ugye van a Zentiának egy partner rendszere, amin keresztül gyakorlatilag mondjuk informatikai szolgáltatással foglalkozol, akkor némi hasznod is lehet abból, hogy Zentiállal foglalkozol. És vannak az eredeti oldalak, a Zentiál.org, ami a közösségi oldal, onnan letölteni tudod a telepítőt, ahol a nemzetközi fórumok vannak, meg az angol nyelvű dokumentációja, a Common pedig a kereskedelmi oldal, ahol a különböző üzleti támogatás szolgáltatásokat rendelhetsz, licenszeket rendelhetsz, és hasonló dolgokat tudsz megtenni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem sikerült felkeltenem ez a rendszer iránt az érdeklődést. Én nagyon hiszek abban, hogy ez egy nagyon jó lehetőség ez a rendszer arra, hogy a Linux visszatörjön a vállalati piacra ott, ahonnan az utóbbi években kiszorult. Nem tudom, maradt-e időn kérdésekre? Nem maradt időn kérdésekre, akkor akinek kérdése van, az a workshopon 12 órától megtalál engem. Köszönöm szépen!